autószépségverseny, felnyi kitartó vetélkedő és koncertek. Július 15-én vasárnap 10 órától kezdődik a második amerikai autós találkozó Törökszent Miklóson a Kossuth téren. Nagyjából 50 amerikai négykerekű tölti majd meg a város főterét. Márka jelleggel az amerikai típusokból szinte minden forma meg fog szerintem jelenni. Mind, amit az európai országban, Európában úgy kapható, majdnem az összes márka jelen lesz. Tehát amit legjobban ismerek az emberek, most így a Chrysler, a Dodge, a GM, amiket elég jól lehet kapni. A Chryslernek vannak kimondottan európai változatai, de lesz belőle amerikai változat is szintén itt. Remélhetőleg lesz a oldtimer kategóriában is, lesz egy-kettő abban a csoportból is. De idén megjelenik ugyanúgy, mint tavaly a DF Tuning. A szokásos amerikai autók mellett két nagy kamion is érkezik az eseményre. A rendezvényt autós felvonulás, élményautózás és ügyességi verseny is színesíti. A szervezők nem csak az amerikai autók szerelmeseinek készülnek programokkal, egésznapos kirakodóvásárral, ugrálóvárral és alkatrészbőrzével várják a családokat. Élményautózás meg van hirdetve mindenkinek, tehát végülis úgy mondom, hogy akik megosztották a posztjainkat, azok között lesz sorsolás, akik egy ingyenes élményautózást nyernek, úgymond, vagy nyer vele az az illető. Viszont attól függetlenül mink hirdettünk úgy, hogy van egy pár autós is, aki szintén jelentkezett arra, hogy betársul ebbe a csalogató dologba, hogy mivel nem minden nap tud mindenki ülni ilyen amerikai autóba, lesz egy-két autó, ami bizonyos ellentételezés fejébe a városba viszi egy kört az illetőt, aki ezt úgy gondolja, hogy ezt megilleti, vagy meg szeretné tenni. A második amerikai autós találkozó LL Junior koncertjével zárul majd.